Köszöntöm Önöket, Novák Edina vagyok, és ez itt a Mesterségem címere, az Agora Podcast sorozatának legújabb epizódjával jelentkezünk. Talán már megszokhatták, hogy a műsorban szombathelyi vagy vasmegyei híres emberekkel vagy civilekkel beszélgetek a munkájukról, szakmájukról, hivatásukról, a szenvedélyükről és az útról, amelyen a vágyott célig eljutottak. Ebben a beszélgetésben is együtt keressük majd a szombathelyi vasmegyei emlékeket, élményeket, embereket, pillanatokat, kapcsolatokat. Egy szóval mindazt, amely valamely módon, de hatással volt az életükre. És már azt is megszokták bizonyára, hogy a műsor számára oly fontos támogatóknak kérem, és köszönöm most megtisztelő figyelmüket. Az 1939-ben kis fűrészüzemként induló Falco Zrt. Mára a folyamatos fejlesztések és az állandó beruházásoknak köszönhetően Európa egyik legjelentősebb bútor- és építőipari lemezgyártójává nőtte ki magát. Csatlakozz hozzánk és építsd a karriered Magyarország legnagyobb és legmodernebb falemezgyártó cégénél. Jelenlegi nyitott munkaköreink. Gépkezelő, targoncavezető, karbantartó. Cégünk kiemelt bérezést, átlagon felüli műszak és bérpótlékokat, teljesítményarányos bónuszt kínál. A Mesterségem címere elnyerte a Vodafone Podcast Pioneers program támogatását. Velük együtt hiszünk a sokszínű, minőségi tartalomgyártásban. Köszönjük! A ruhát műsorvezetőnk az Ekrüben választotta. Ekrő, Szombathely, Kőszegi utca 1. Itt vagyunk, és kezdünk is. A mai műsor vendége Varga Jenő, a szombathelyi sportélet kiemelkedő és meghatározó alakja. Matematika, testnevelés szakos tanár, okleveles, középiskolai testnevelő, a Városi Diák Sportbizottság elnöke. Bár szülei és családja is szombathelyi származású, egy véletlennek köszönhetően ő Celldömölkön született. Aztán persze Szombathelyen nőtt fel, itt járt általános iskolában, középiskolába és a főiskolai tanulmányait is itt végezte. És milyen a sors mégis, szülővárosában Celldömölkön kezdett el dolgozni. Két igen emlékezetes torna ünnepén is egy miniszteri dicséret után aztán Szombathelyre visszakerülve 1986-tól egészen nyugdíjazásáig az akkori 405-ös ma Puskás szakképzőben tanított. Edzői pályafutását több mint 300 magyar korosztályos bajnoki cím és diák olimpiai bajnoki cím jelzi. De a Puskásban is letette a névjegyét, hiszen innovatív, kreatív elgondolásokat valósított meg. A sulinak a kondi parkja, a kondi terme, a lövészpálya vagy a sportudvar megszépítése ugyancsak a nevéhez fűződik. No és a méltán híres Varga Réna Skate Park.
A Magyarországon a görkorcsolya meghonosítása elvitathatatlanul az ő nevéhez fűződik. De a korcsolya és a görkorcsolya oktatói tananyagát is ő írta meg. Talán nincs olyan szombathelyi korcsolya és extrém sportrendezvény, amelyet ne szervezett vagy vezetett volna, de kulturális, szabadidős és egyéb sportrendezvények is elképzelhetetlenek voltak az ő jelenléte nélkül. Nagyon fontos számára, hogy a tanulók nem csak a sportban, de a többi tanulmányi eredményeikben is kiemelkedően teljesítsenek. Felesége ugyancsak pedagógus, 3 gyermekük és ma már 3 unokájuk is van. Jéglovag, sportfeltaláló, skateparkos, őrült korcsolyása, jégszerelmese, de főleg és mindenek előtt tanár, azaz igazi, csupa, nagybetűs pedagógus. Varga Jenő a Mesterségem címere mai vendége. Szervusz Jenő, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz Edina, én köszönöm, hogy meghívtatok. És megint az időre kell hivatkoznom, hogy a hosszú évek miatt sok-sok rendezvény közös munkája okán tegeződünk, és köszönjük a nézőknek, hogyha ezt így elfogadják tőlünk. Igen. Kezdjük rögtön ezzel a nagyon érdekes történettel, hogy tényleg szombathelyi az egész család, aztán Jenő az első szülött gyerek, fogta magát és Celdömölkön született, szóval hogy volt ez? Igen, hát édesapám az Sági, édesanyám pedig Dévaványai, a Túzok farmról ismert, és akkor Dévaványa mellett van Nagy Fási Ádám birodalom, ugye Gyoma Endrődi, most a tévé mindig Igen. tele van vele. Úgyhogy, tehát gyerekkoromban ott nőttem fel, és Sághegyen a nagymamánál, a Tolvaj grófnak volt egy ilyen nyári kis épülete, elég takaros kis épület, ami aztán Krisztina panzió lett, az volt a nagymamának a háza, és akkor nagyon sokat időt ott töltöttünk lent a nagymamánál. Jó, de te ott születtél. Hogy születhettél te Celdömölkön? Mert miután összeházasodtak a szülők, megismerkedtek itt a Sághegyen, édesanyám valami oknál fogva Dévaványáról itt volt Sághegyen, megismerkedett édesapámmal, és akkor utána összeházasodtak, és akkor mint szombathelyi lakosok, mert Szombathelyen volt, édesapám a cipőgyárban, meg anyukám is a cipőgyárban dolgozott akkor már, és akkor édesanyám terhesen 9 hónap tájékán lemente a nagymamához, hogy meglátogassa, és hát visszafelé már külön úton kellett hazajönni velem, úgyhogy aztán így Celdömölkön születtem. Egy nagyon jó orvos volt annak az idején, és azt hiszem, hogy nagyon nagyban segítette a szülést is édesanyámnál, hogy rendbe lement minden. Te ezt Szombathelyre hoztak haza, és itt is nőttél fel. Igen. Vándoroltatok is Szombathelyen, de az életrajzodban megakadt a szemem egy nagyon híres szomszédon, aki vélhetően azért sportolóként is neked példakép lehetett. Igen, mindig büszke voltam arra, ugye, hogy mindjárt aztán visszacsatolok, hogy a Puskásban a megye egyetlen olyan iskolája, amelyiknek 2 olimpiai érmese van. Igen. Ugye Márkus Erzsébet és Hegedűs Csaba, és igen, itt most jutottunk el. Igen, Hegedűs Csaba, az anyukája, képzeld el, nekem óvónőm volt. Ja. Én a cipőgyárnak a bölcsődőjébe, meg óvodájába jártam, és ő ott dolgozott. És a mellettünk lévő lépcsőházban a Miki és a Csabi együtt laktak, egy hatalmas farkaskutyájuk volt. Akkor még a könyvtár helyén még ilyen nagy dzsumbúj volt, tehát az semmi nem volt, 14 emeletes semmi nem volt azon a részen. Mi a Hübner János utca, a mostani Liszt Ferenc utcában nőttünk fel. Egy egyszobás, egyszerű kis lakás volt, egy konyha, étkező együtt, ott volt ilyen kis mosdó rész, meg külön WC, tehát ott nőttünk fel, és mikor onnan elköltöztek a szülők, tehát ennek azért a szépsége az volt, hogy volt légópince, ott hihetetlen bulikat lehetett csapni. Hát a Csabék jóval idősebbek voltak természetesen, csak felnéztünk rá, hogy ő már birkózni. Ennek apropóján én is 3 hónapig birkoztam, úgyhogy lejártam birkózni, de aztán hamarabb hagytuk ezt a sportágat. De ez kifejezetten Hegedűs Csabának köszönhető, hogy te igen, téged igen, igen, látva azt, hogy igen, mert ő a Nagy Lajosban kezdett, okay. És akkor onnan ment át a 405-ösbe, és ott fejezte be, és akkor onnan már Pestre került, és akkor igazán a pályáját már a csúcspontot Pesten érte el. De azt hiszem, hogy Szombathelyre mindig szívesen látogatott, és mindig meglátogatta az öcsémet is például. De cipőgyárról beszéltél, hogy azért oda sok szállal kötődtök. Édesapád ott volt mérnök, ha jól emlékszem, az ön életrajzodban. Igen. Mit szóltak ahhoz, hogy a családban nem feltétlenül a mérnöki pályát választották, bár a matematika szak azért talán köthető az aputhoz. Igen, érdekes volt nagyon. Tehát
apu akkori mérnök társaival tervezte a cipőgyárnak a futószalagművét. Ez egy óriási dolog volt, és azért elég jó ember volt, óriási tudással, hihetetlen tudása volt, és hát megsértődött azon, hogy nem ő lett a főmérnök. És ebben fogta magát, és akkor elment tanítani. Hozzáteszem, hogy akkor a 405-ös pont, én mikor bekerültem, de előtte hihetetlen nagy tudású mérnökök voltak. Azok az igazi nagy klasszikus mérnökök voltak, akik a kisújjukban hordták a szakmát, és utána végezték el természetesen minden a pedagógia szakot, és ebből adódott, hogy kimagasló, nagy tudású tanárok tanították sorra azokat az embereket, akik aztán bebizonyosodott, hogy az életben, akik ténylegesen tovább akartak tanulni, szakmunkás képző után volt lehetőségük. Tehát bőven adatott ez. Édesanyám meg szakoktató volt, és hát nagyon sok cipőgyári felső rész készítő diáklány megfordult a keze között. Én nagyon sokkal találkoztam, igaz, hogy ők is azért idősebbek, de nagyon nagy szeretettel emlékeztek rá. Meg hát édesapámnak jobbára azért az élmények a diákok által, az élmények azok jobban az iskolához kötik természetesen, és akkor Csaba tulajdonképpen ő révén került utána be ide az iskolába, és akkor innen végezte a középiskolai tanulmányait. Mi volt a te pályaválasztásodnak a motivációja? Hogy döntöttél a testnevelés és a matematika szak mellett, és hogy pedagógus legyél? Igen, tehát azt látta fiatal korában, hogy ott van két pedagógus. Édesapám igazán mérnök volt, szakfelügyelő volt, tehát elég sok munkája volt, tehát nem csak egy pedagógus fizetésből kellett élni. Mondjuk ez egy picit pluszt jelentett azért nekik, de apukám azt szerette volna, ha mérnöki pályára, és Miskolcon egyenes út vezetett volna, ha felvételi megvan, akkor hogy Miskolcon, mert ő is Miskolcon végzett, és hogy akkor Miskolcon tanuljak. Igazán megmondom őszintén, valahogy a fizika nekem nagyon távol, mégis a matematika alapokkal rendelkezve, de a fizika nem volt az a tantárgy, amelyik annyira megkapott volna. Asbóth Jóska volt az osztályfőnököm. 9 évvel volt idősebb, hát valami fantasztikus ember volt, én csak csodákat tudok zengeni, testnevelőm pedig Tóth László volt, neves testnevelő, hát Laci bácsitól is rengeteget tanult, kapott az ember, és valahogy ez a matematika és a testnevelés, ez a két ember úgy meghatározó tudott lenni az életében az embernek. Általában ügyes volt az ember, elég sok sportágot kipróbált, részt vett a versenyeken, amik akkor voltak, úgyhogy ez adta utána a lehetőséget, és nem, Edina, nem tudom, hogy sokan vannak, gondolom így, nem tudtam elképzelni, hogy a Szombathelyt elhagyjam. Tehát én annyira kötöttem ehhez a városhoz, minden barátom ide kötött, el nem tudtam volna képzelni, hogy kollégista legyek, és elszakadjak a barátaimtól. És akkor így volt, hogy a testnevelés szak beindult, ugye a matematika szakkal, akkor volt az 5. évfolyam. Bokor Jutkáék voltak azt hiszem az első évfolyam, aki azt az úszást tanította ott a főiskolán, majd az egyetemen. És így adódott akkor, hogy akkor na, próbáljuk meg ezt, és sikeres felvételi után akkor elvégeztem ezt a főiskolát. Celldömölk az első munkahelyed, az szülővárosod. Tudatos választás volt, vagy ott volt épp hely, és ezért mentél oda? Jó kérdés. Nem akartam elmenni általános iskolába, nem tudom, hogy te is voltál úgy, hogy van egy olyan réteg, amelyik esetleg nem tud annyira könnyen megérinteni. Tehát vagy nem tudod úgy fel, nem találnád úgy fel magad, vagy újra kellene építeni magad, bár általános iskolai testnövőtanári végzettséggel voltam, és akkor a Derkovicsban lett volna a hely, de én mindenképpen középiskolába szerettem volna elmenni. És minden középiskolába akkor teltház volt, tehát egy embernek jutott egy pártvonalon egy állás, de aztán így lefoglalták, és akkor nekem maradt, hogy akkor telefonáltak édesapámnak, hogy hát Celldömölkön van, a Deák Jenci bácsi volt, egy erdélyi gróf volt előttem a testnevelő, hogy ő nyugdíjba fog menni, hogy akkor oda tudok elmenni tanítani. Nagyon érdekes volt, mert 4-en jártunk ki, plusz a Prüberger Emil, az pedig Sárváron, tehát együtt utaztunk, és ott tanultam meg például tarokkozni a vonaton, tehát nagyon-nagyon sok élmény volt ebben. 8 évig, hogy kijárt az ember, és akkor így kerültem oda az iskolába, és hát biztos, hogy minden munkavállalónak van egy vezetője. Na most az a vezető nagyon meg tudja keseríteni, vagy úgy ki tudja emelni, fel tudja emelni, és olyan motivációt tud neki adni, hogy azt a szakmát, amit választott, azt a területet, azt maximálisan meg fogja csinálni. Hát így voltam én Majnovics Marika nénivel, egy apáca iskolába járó, egyedülálló néni volt, hát valami csoda volt. Csoda volt a tantestület is,
és csoda volt az is, ahogy bántak veled, ahogy kezdő tanárként nem törték le a szarvadat, bármit szerettél volna, vagy hibáztál, akkor igen, odajöttek, és akkor ezt nagyon egyszerű, állatorvos barátom volt a Nagy Lajos gimnáziumban, a Vég Béla, dr. Vég Béla, és mi mind a testvérek összejártunk. És akkor ide került Vas megyébe, Csánigra állatorvosnak. És akkor lejött hozzám Celldömökre, hogy megbeszéljük a találkozást, hogy délután majd milyen programot fogunk csinálni, és akkor nagyon úri ember módon odajött, úri hölgyként odajött az igazgatónő, mert hát órát tartottam kézilabda pályán, éppen dirigáltam ott az órát, és akkor Béla barátom bejött, és akkor finoman félrehívott utána, behívatott az irodába, és azt mondta, ez volt, gondolj bele, ez 45 évvel, 43 évvel ezelőtt, hogy az óra a diáké. Azért vagy te tanár, hogy a diákkal foglalkozzál. És ez annyira megmaradt benne az emberbe, hogy igen, igen, én ami pályát választottam, akkor nekem a feladatom az, hogy adjak magamból, adjak abból a tudásból, ami úgy nagyjából már akkor ismert volt, és hogy minél több olyan dolgot tudjak megadni, felszínre hozni a gyerekekben, amelyik tényleges az életben majd elkísérőt. Celldömökkel kapcsolatban szinte mindenhol, ahogy készültem belőled és rád, megemlíted azt a nagyon emlékezetes kettő tornaünnepét. Hát mitől olyan emlékezetes az a tornaünnepé? Talán azért a nézőknek, legalábbis remélem, hogy vannak még olyanok, akik ezekre emlékeznek. Mi gyerekként nagyon szerettük, tehát én legalábbis nagyon-nagyon élveztem, hogy különböző formagyakorlatokat, hol zászlóval, hol bármivel a kezünkbe, de egyszerre együttemben elvégeztünk, és azért nagyon látványos tudott lenni. Na? Igen, hát nálunk tulajdonképpen úgy volt, ugye, hogy az osztály létszámok olyan 24 fővel voltak, és 12 fős vagy 16 fős csoportok voltak, karika és bodgyakorlatok voltak, a fiúknál volt a bodgyakorlat, a lányok a karika gyakorlat. Na most azt tudni kell, amit te mondod, hogy milyen szép volt, és milyen nagy élmények voltak benne, hát azért egy testnevelőnek mind a hátára úgy nem kívánta ezt a munkát, hiszen egy egész évet tulajdonképpen meg kellett szerkeszteni, zenét hozzá, nem volt akkor ilyen tévéstúdió, meg ilyen, nem, ne össze kellett barkácsolni az egészet. Minden ütemnek ott helyén kellett lenni, meg különben ütemvesztés után elment az egész bemutató. Úgyhogy azért egy évet elvett akkor, és nagyon-nagyon sokat, hát azért a testnevi zsóra 1-2 óra volt, tehát nagyon kevés is volt, hát el kell mondani, hogy szünetekben ezt gyakoroltuk, délután külön kértük a gyerekeket, hogy jöjjenek be, hogy jól sikerüljön. Ez Celldömökkének egy nagy fesztiválja volt. Egy nagyon fontos megmozdulása, hogy ott van az a négy iskola, hát akkor még a Ságító külön veszük, de a két általános, a gimnázium, és akkor tulajdonképpen volt az ipariskola, és akkor hogy ezeknek a bemutatójával tulajdonképpen egyes volt. Akkor megtelt a CVMS-e pályája, és akkor ott a nagy labdarúgó pályán, a hatalmas területen, nagy nézősereg mellett mutattuk be ezeket a gyakorlatokat, és a második után, mikor ténylegesen nagyon-nagyon szakma is elismerte, mindenki nagyon magas szinten beszélt róla, na akkor terjesztett fel Majnovics Marika néni a miniszteri dicséretre. Az abban a korban az egy elég elfogadott volt, hiszen Köpeci Béla volt az egyik, a legelső, akitől kaptam, és azt hiszem, hogy ez szintén nagyon fontos. Te is jól tudod, hogy pláne egy kezdőpedagógusnak ugyanolyan a motiváció kell, mint egy diáknak. Tehát őnek is visszajelzés kell a vezető részéről, vagy a kollégák részéről, hiszen tudjuk, hogy azért nem minden szakmában olyan törésmentes a pálya kezdése, vagy a pálya menete. És ez nagyon sokat segített az embernek, hogy na, hát itt vagyok ilyen fiatalon, 29 év környékén voltam, és akkor megkapta az ember a miniszteri dicséretet. Ez egy óriási erőt adott azért a munkájában az embernek. És jöttél Szombathelyre. A Puskásba, aztán nyugdíjazásodikat, onnan ki sem tetted a lábadat, és azért tényleg letetted ott a névjegyedet. Az apukáddal együtt tanítottál még egy ideig? Igen, szerencsém volt édesapámmal együtt tanítani. Tehát úgy volt, hogy 86-ban adott egy ilyen lehetőség, hogy akkor megüresedett itt a Puskásban egy állás. Addig sem volt, tehát mindig néztem, mert édesapám is tudott annyi információval, rendelkezett annyit, hogy na most akkor melyik középiskolában lenne valamilyen üresedés, és akkor itt nálunk volt egy olyan hely, ahová
tanácsnövőként be tudott jönni az ember, és akkor tudom, hogy a Simon Pista bácsi és a gyakorlati oktatás vezető jött le, Simon István volt szintén majdnem is Marika néni után, talán a második. Három olyan igazgatom volt, akire igazán az emlér nagyon-nagyon szívesen emlékezik, mert a pályájában nagyon nagy lökést adott és nagy támogatást adott. És akkor Pista bácsi hívott, bejöttem, és akkor 86-ban kezdtem dolgozni, és ami igazán ennek a szakmának a szépsége, te is jól tudod, hogy nem könnyű testnél és tanítani. Tehát idézőjelben nem az van, hogy bemész egy órára felkészülten, táblára vagy akár, hogy elmondod, vagy táblára írva megfelelő információval ellátod a gyerekeket, ott azért egy izzadságszag van, ott arrébb kell menni, arrébb kell dobni, arrébb kell emelni valamit, húzózkodni kell, tolózkodni kell, tehát rengeteg szertágazó dolgot kell csinálni. Nem véletlen a versenyrendszert, ha megnézed egy matematika versenyen, nem tud darabjaira venni a matematikának a különböző területeit, hanem egy matematika verseny, ami mindent tartalmaz. Na most ilyen, mondjuk ami most éppen készül Szombathelyen, ugye, a Spartán, hát ilyen jellegű összevont gyakorlat vagy verseny úgy nem volt. Akkor különállóan minden sportágban megvoltak a lehetőségek. Na ide kerültem, és akkor tulajdonképpen ami a nagyon fontos, hogy az ember alkotni akar. Egy testnevelő nem bántva sokkal több lehetőséggel bír az alkotás szempontjából, mert egy történelem szakos tanár nem fog bevinni oda lovakat, trójai falovat, nem fog ott építeni mindent, de egy testnevő tanár ugye azokat a sportszereket, építményeket meg tudja valósítani. Tehát meg tud egy húzózkodásra, egy tolózkodásra, meg tud egy ilyen sportszert, meg tud egy kosárpalánkot építeni. És így sorra bővül, ahogy az ismeretei gyarapodtak az embernek, úgy jöttek sorra ezek, és mikor 86-ba bekerültem, akkor volt az első kültéri kondi park megmit. Láttad, hogy akkor tulajdonképpen jöttek sorra, a játszóparkok megszűntek, a lakótelepen sorra számolták fel, na és akkor két korlát, három nyújtóval, meg utána egy mászólafallal egy nagyon jó kis kondi park részt hoztam össze. Hát most már teljesen más, sokkal korszerűbb elemek vannak, de ennek van egy vetülete, képzeld el, hogy hogy mondjam el, megépült ez 86-ba, és most két-három évvel nyugdíjam után bejött az utcáról egy akármilyen, nem tudom milyen ember, nem tudtam, hogy ki az, mert már nem tanítottam, és kérte a tüvengedélyt, és ezt az egész létesítménynek a felét kivágotta, megszüntette. Szóval agyrém, hogy egy mérnök által tervezett, megépített, hát most egy tüvengedély egy iskolába mondjuk 5 millióba kerül annak az engedélyeztete, vagy a levizsgáztatása, magyarázza már meg nekem valaki. És ezt megcsinál, úgyhogy nagyon-nagyon fájó szívvel jöttem el, mert pusztulást láttam utána csak az iskolában. Hogy került a korcsolya az első helyre, vagy ilyen nagyon-nagyon vezető helyre az életedben? Ugye a görkorcsolya is, és a korcsolya is. Hát a görkorcsolya, a magyarországi meghonosítása, az egyértelműen egyenlőség jelet tehetünk a neved és e közé, de hát a korcsolya is, akár a tankönyvekre gondolok, vagy az oktatási tananyagra, amit te írtál meg, a három könyv, amit jegyzel is azért kapcsolatban van a görkorcsolyával és a korcsolyával. Hogy került bele az életed, és miért pont ez a két sportág? Gyerekkorunkban ugye én, mind a Hübner János utcában, mostani Liszt Ferenc utcában, március 15 téren volt olyan, amikor ónos eső esett, és ott a téren, itt korcsolyáztunk, képzeld el. Az SS-e pálya volt, a teniszpálya volt felöntve, akkor még voltak telek, és akkor lehetett hosszabb időre is tervezni, tehát volt, amikor több mint egy hónapig esetleg meg volt a jég, és akkor mi ott kezdtünk el korcsolyázni, majd utána én a nagypályáról, ott nem emlékszem a salakos nagypályára, a focipályára, hanem utána jött a tófürdő. Tófürdőnek a nagy gigamedencéjébe szintén nagyon jó lehet korcsolyázni, ügyes volt az ember, korcsolyázott, és tulajdonképpen gyerekkori nagyon jó barátom Mesterházi Imre, ő tanította akkor azt hiszem a Gotthard iskolába, utána a művészetébe került, utána elkerült már, és akkor ő kezdte el először a gyorskorcsolyába benevezni a gyerekeket, mert ott már korcsolyáztak a művészetében gyerekek, nagyon ügyes korcsolyások voltak, és akkor mind jó barátok, akkor együtt építettük fel. Tehát az egész jégsportnak a felépítményét, hát 5 évig sikerült igazán úgy edzősködnünk együtt, mert utána szétváltak az útjaink, tehát Mesterházi Imrével honosítottuk meg itt a gyorsági, a rövidpályás gyorskorcsolyát, illetve a görkorcsolyát is együtt. A görkorcsolya kiegészítésként egy óriási élmény volt, és 4 évig még a szövetségnek tulajdonképpen edzője voltam, meg szakági vezetője voltam, addig
a tenyerén hordott bennünket az Európai Szövetség. Tehát olyanok voltak, hogy meghívtak bennünket 92-be, Rómába, az Európai Konferenciára. Céljuk az volt természetesen, hogy minél több országot építsenek be, hogy legyenek tagjai. És mint tagszervezet akkor még megjelentünk, és igen, mondtuk, hogy akkor szeretnénk majd tagok lenni, és ennek megfelelően akkor mindenhová vittek bennünket, az olimpiai faluba voltunk elszállásolva, és november 4-én, mikor visszajöttünk, akkor kezdtük el megszervezni az Országos Körkocsászó Szövetséget. Tulajdonképpen tehát így Imrével ketten hoztuk létre a görkorcsát, és honosítottuk meg így Magyarországon. Hát a jeges az egész eddig ment, hát sajnos 2 éve már ugye a külső pálya nem működik, hanem csak a csarnok. Ez így szabadidős nyelven egy pici fájó pontja az embernek. Nem tudja a csarnok visszaadni azt az élményt, azt a napsütéses élményt. Hát te is voltál kint azért a pályán, tehát mikor süt a nap, jó idő van, meleg van, egy szál pólóba, mesztelen korcsolyázáson, fürdőruhában nyomja az ember, ez mindent visz. Tehát így került akkor Imrével együtt honosítottuk meg, mind a jeget is, mind a görkocsát is. Rohan az időnk, és ezért megpróbálom még a televízió nézőknek is átadni az élményt. Kértem, hogy hozzá néhány olyan eszközt, amely valamilyen módon nagyon erősen kötődik hozzád, a szakmához, a hivatáshoz, a hobbihoz, bármihez, ami a napjaidat meghatározza, és a nézők is látják az asztalon, illetve az asztal előtt a tárgyakat. Hát a görkorcsolya az ugye adott. Ma is görkorcsolyázol? Igen, szoktam görkorcsolyázni. Jobbára, megmondom őszintén, jobbra Révfülöpön. Van egy nagyon jó aszfaltos út, ott mellettünk, a házunk mellett, és nagyon jó le lehet majdnem pálkövéig gördülni és vissza, úgyhogy ez nagyon jó. Az edzőséget 12-ben én már befejeztem. Szabadidős tevékenységként nagyon sok felnőttel foglalkoztam, gyerekkel, technikázni, nagyon sokan jöttek hozzám felkészítésben, és ez azért sokat jelentett az embernek. Tehát a görkocsolyám, mivel a meghonosítottuk, ez volt az első görkocsolyám, még azóta jó. Ez volt az első, és ez hány azóta éves? Is. Hát ez már, ezek a rocsesz korcsolyák, hát ez, ha visszaszámoljunk 92-től, hát akkor most már 32 akkor éves. Akkor még anyag volt. Igen, görgöt azt minden évben cserélni kellett. Lehet, hogy kis magyarázatra szorul a strandpapucs? Igen. 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 Hát ha ránézel erre a sárga-pirosra, ugye lehetne, ugye van benne fekete, akkor lehetne egy kis kosaras körmendi, lehetne egy kis falkó is benne, bele lehet mindent magyarázni. Ennek egyszerű története van, hogy színes legyen a strandon az ember, és akkor jelentek meg 16-17 évvel ezelőtt a crocsok, és akkor én ebben mentem ki mindig a tófürdő programjait szervezni. 2009-ben kezdtük el a tófürdő programjait szervezni, sajnos 2008-ban, akkor megjöttünk a pekingi olimpiáról, kaptam egy mélyvénás trombozist, és tulajdonképpen ez lehetetlenné tette, hogy akkor nagy mozgásokat végezzen az ember, hogy Révfülöpre menjek, stb., és akkor hát mondom, hát itt vagyok, itt Szombathelyen, hát megőrülök, ha nem csinálok valamit nyáron, és akkor így indítottam el, hogy akkor mindenképpen valamit, és akkor nagyon jó fülekre talált, hiszen akkor még nem, de a továbbiakban mindenképpen Kovács Balázs, a Sport és Ifjúsági Irodának a vezetőjét, Havasi Attila, most pedig a szabadidőt Szandi Gábor irányítja, és ez a hármassal együtt egy olyan csapatot képezünk, azt hiszem, hogy Szombathely igazán büszke lehet így ennek a diáksport és a szabadidő sportjára, de az élsportra is, de ebből kapcsolatban. Mert ugye ennyi szövetségekben volt. A gyerekek mindig nevettek, igen? Nevettek rajta, mosoly volt az arcokon, vidám volt, ha majdnem belefulladt, akkor is élvezte, tehát nem volt semmi gond. A másik szöveg pedig az volt, hogy hát igen, egy tanárnak annyi fizetése van, hogy még 2 crocs, rohadt drága volt külön, de nagyon drága volt, tudod, emlékszel rá. És akkor mondom, hát egy tanár megengedheti magának, hogy 2 párat is vesz belőle. Hát Furulya, hát aki ismert téged, az, és járt kint, főleg télen a jégpályán, azt tudja, hogy te enélkül nem mész ki a pályára. És amikor ma kértem tőled, hogy hozzá majd azért néhány tárgyat, légy kedves, akkor oda is írtam, hogy nem, ne ijedj meg, nem foglak feltétlenül arra károsztani. És aztán a stúdióba belépve azt kell, hogy elmondjam, hogy Jenő persze Furulyát, és ugye ez nem is akár
akárhogyan művelette a jégpályán, műveltette a jégpályán, de most is gyönyörű bemutatót tartottál nekünk. Szóval hogy jött ez az orron keresztül, két furujával, gyönyörű dallamban, teljesen kor, tehát azt gondolom, én tanultam furujázni, tehát a normál használati módon sem feltétlenül tudom azt eljátszani, amit te az orron vett levegővel két oldalra. Nagyon egyszerű a története, visszakanyarodik egy picit az előzmények a puskáshoz. Röplabdával foglalkoztam az első. Kóbor Imre és Ekler Jóska volt a kollégáim, két félelmetesen jó fazon volt, és tényleg nagyon jó csapatot alkottunk. És NDK testvérvárosunk volt Plauen és Muraszombat is. És Plauenben, mikor kijártunk, akkor, meg testnövőtanárok egyesületével, akkor is volt már egy csoportunk, képzelde, hétszer voltunk sítáborban, ötször tengerparton valami eszméletlen. Horváth Zsuzsa, a Nagy Lajos Gimnáziumnak a testnevelője fogta össze ezt a csapatot, és akkor egész Vas megyéből utaztunk. Tehát ez is hozzájárult hozzá, hogy idősebbekkel ott találkozol, és együtt kocintasz vele, együtt táncolsz, együtt élvezel mindent. Ez egy óriási dolog volt. És akkor nagyon olcsó volt a furia. És akkor tízesével hoztam mindig, kétszer voltam kint Plauenbe, és akkor rengeteg furiát hoztam be. És akkor játszottam az első, a Simon & Garfunkelnek a csendhangjai. Ezt játszottam először furián, nagyon szép dallamvilággal, nagyon könnyű eljátszani mindent, és akkor egyszer csak, hogy mondom, mit kellene csinálni, és 97-ben voltunk kint Elba szigetével szemben Piombinóban Európa-bajnokságon. És természetesen mindig vittem én magammal a furiát, és akkor előtte már gyakoroltam, és volt egy olyan szám, amit viszonylag könnyű le lehetett játszani, a felhasználható négy ujjattal, érted? És akkor plusz alul akkor befogva az ötödik ujjat felhasználásával, és akkor lett egy olyan szám, amit szépen eljátszottam. Na jó, de hát akkor mi van, ha kifújod az orrodat, és ha nem vagy náthás, akkor esetleg még más részen is tudsz hangot generálni egy furiából, és akkor így alakult ki, képzeld, hogy két orral, azért bemutatom, nem játszom, jaj, most nem kell megijedni. Csak nem akartunk erre rábeszélni. Ennyi lett volna, hogy... Egyetlen egy rendezvényt emeljek ki, ami ha, tudom, hogy ez nagyon nehéz, hiszen több száz van, amelyet valóban talán számodra a legemlékezetesebb. Mindazok közül, amelyeket vagy szerveztél, vagy vezettél, ha csak egyet kellene kiemelni, akkor ez melyik lenne? Nagyon sok van, tehát az két parkos, a jeges, a tófürdő programok közül, azért a 18 Szavária Kupa nemzetközi gyorsasági görkocsa verseny, ami igazán híressé tette Szombathelyt, és egyet azért mindenképpen 2002-ben a Varga Arénában itt volt az amerikai gördeszka válogatott, képzeld el, óriási dolog volt, öt színhelyre jöttek el Magyarországra egy ilyen turnésorozatban, és ebbe bent volt Szombathely, hát azért egy világbajnok csapat, és azért fantasztikus emberek voltak. Ő ide eljönni Szombathelyre, ez valami felemelő érzés volt. Nagyon szépen köszönöm, és ahogy említettem, most csak a televízió nézőktől búcsúzunk el, de ha van kedvük, és szeretnék megtudni még a mesztelen korcsolyázás, a színes Mikulás rendezvények, és a Jenő által feltalált sporteszközök történetét, akkor mindenképpen tartsanak velünk, hiszen megyünk tovább a YouTube-on és a közösségi felületeinken. A televízió nézőknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, és egy hónap múlva kapcsoljanak ránk megint ismét, viszontlátásra. Megyünk is tovább, itt vagyunk már a következő rész, Varga Jenővel, a Mesterségem címere mai vendégével folytatódik a... Ott hagytuk abba a beszélgetést a televízió nézőkkel tartó adásig, hogy a furuja és a különböző sportrendezvényeken a te szereped azért általában nem átlagos. Hogy te nem csupán szervezed, nem csak a motorja vagy, hanem moderálod, műsort vezetsz ezeken a rendezvényeken, és hogy valami olyan energia és élményszerű a műsorvezetésed, amit hát aki ott van, ritkán felejt el, vagy pontosan azért jár vissza ezekre a rendezvényekre. Az mikor derült ki, hogy te ebben a műfajban is, és ez egy külön szakma, lássuk be, igen, jó vagy. Hát jó példa vagy te rá a műsorvezetésekre, ugye, hiszen nagyon sok rendezvényen közösen találkoztunk.
talán az első olyan jellegű műsorvezetések, amit te vezetsz most már nagyon régóta, a diákolimpikonok jutalmazása. Igen. Ez a 2000-es évek előtt már, tehát 24-25 évvel ezelőtt. Tulajdonképpen, ha megnézünk egy sportrendezvényt, amelyiknek a lebonyolítását végzed, akkor ott ugye különböző instrukciókat adsz, hát mondjuk azt megnézve, hogy 93-ban már nemzetközi versenyeket, rövidpályás gyorskocsa versenyeket, és azokat moderálta az ember, azokat vezet, te, vagy itt volt utána a világban, a csapatvilágbajnokság Pesten, akkor éppen a boxban volt, amilyen szólító ember, de akkor mondjuk nem mikrofon közelben volt az ember. Tehát mindig ezeknek a műsoroknak tulajdonképpen egy kiegészítő része volt, hogy kénytelen voltál megszólalni. Egy tanárnak ugye azért nem szokatlan, hogy kiállsz a pulpitosra, matematika, mondom például, vagy egy osztályfőnöki órát, ha megnézünk, akkor kiállsz. Tehát ez nem volt olyan távoli az embertől. És ezek a versenyek, ahogy sorra jöttek, sűjöttek, akkor egyre jobban belmélyedt, és talán 95-től kezdett igazán felgyorsulni, mikor 95-től elkezdtem tanítani a szombathelyi főiskolán. 12 évig tanítottam a Berzsenyi Dániel főiskolán, testnevői és szakosokat, egyszakosokat. Rengeteg nagy tanítványom volt, akiből aztán felsorolni nem tudnám, Dancsó Kicsi Zoltántól kezdve Horváth Andris magyar válogatott labdarúgóig. De középiskolában Márkus Erzsét is tanítottak. És akkor és bizony, nem birkózóként, hanem röplabdásként, azért ez is érdekes. Igen, igen, ez volt, és akkor előtte, amikor bekerültem tulajdonképpen, talán ez jó visszacsatolás arra, hogy ugye akkor két nagyon jó lánycsapatot tudtam összehozni. A Márkus Erzsikéjék voltak érettségi előtt, ők voltak negyedévesek, és akkor a Magyar Erikájék, Szeles Marianék voltak, meg akkor a lányom, meg Csercsics Rita is a csapatban volt, és akkor Portündi, és akkor Németh Brigi. A hatodik pedig akkor egy fiatalabb volt, és annak a nevét képzeld el, hiába akarom felkutatni, nem tudom. Na mindegy, és akkor az Erzsikéjék játszották, hogy Plauenbe ki jut ki. A negyedéves vagy a harmadévesek. Na most a Simon Pista bácsinak a lánya volt a harmadévesek osztályfőnöke. Ez egy erős, nagyon erős dolog azért, akárhogy is figyelembe veszük, illetve a másik az volt, hogy Erzsikéjék akkor készültek érettségire, és akkor ők nem jöttek, és NDK-ba, Plauenben megnyertük a regionális bajnokságot, amit meg, és akkor így a harmadévesekkel, igen, és akkor Márkus Erzsik, akire nagyon-nagyon büszke kevertem, vagyok. Mert hogy súlyemelés természetesen nem birkozás, tehát súlyemelésben. Igen, és akkor emelésbe lett, hiszen akkor elkezdett későbbiekben, mikor végzett, nagyon jó kézilabdás volt. Nagyon jó röplabdás, és nagyon jó atléta volt. Tehát egy nagyon jó. És akkor utána választotta ezt, és így eljutott Sydney, mert az olimpiai ezüstére. Visszatérünk egy kicsit a műsorvezetői, moderátori szerepre, de inkább és a szervezőire. Mert hogy itt említettem azokat az emblematikus rendezvényeket, amelyeket te találtál ki, a te nevedhez fűződnek, és amelyek szerintem nem csupán országszerte, de nemzetközi szinten is nagyon ismertek. Ilyen például a meztelen korcsolyázás, amikor télvíz idején, normális esetben mínusz fokokban, nyilván nem teljesen meztelenül, de azért fürdőruhára vetközve siklanak a jégen a szombathelyiek. Igen, tehát ugye, hogy mikor elkezdtem 93-ban szervezni a szabadidős és a diák rendezvényeket, ugye a diák rendezvény az iskolák a jégen, a rövidpályás gyorskorcsa, a középiskolás jégkorong, ezek voltak csak. Ezek nagyon-nagyon jó rendezvények voltak. Megadva a diákoknak, hogy meg tudják mutatni magukat, hogy mennyit fejlődtek. A többi, a szabadidős rendezvény pedig mindig adta magát, hiszen ha ott vagy egy közegben, akkor te azt látod, hogy esetleg mire van igény. Mi az, amelyik játszhat, mert emberek nélkül ugye nehéz egy feladatsort, vagy egy valamilyen akármilyen tematikus dolgot bevezetni. És a meztelen korcsolyázásra volt igény? A meztelen korcsolyázás pedig úgy alakult, hogy lehet valaki egy nagy hős. És akkor véletlenül az jutott eszembe, hogy mi lenne akkor, és az elején -4 fok volt. Hagy mondja, -4 fokban azért látható nyomai vannak az emberen, a férfin. És akkor ennek megfelelően mégis mondom, bevállaltuk, és 12-en jöttünk, azt hiszem, össze 24-en voltunk a legtöbben,
Tehát igazán nem nagyon bevállalósak a szombathelyek, és megfigyeltem a Tófürdön is, elég szégyellősek vagyunk. Mm. Tehát mindenki a saját kis otthonában egy picit felhúzza ezt a kis állarcot, hogy én vagyok a szemérmes, nem lehet, tengerparton meg szétdőlök a programtól. Hát ez bent van a emberi mi voltunkban. És akkor úgy jöttek sorra, úgy jöttek a tandemfakutya, az ikerfakutya, a mesélőfakutya, mikor mondjuk ebbe az időszakban ugye lehetne azért elsütni azokat a programokat, ami fontos. És akkor így jött a Mesztán korcsolya, jött akkor sorra ezek, a színes Mikulás előtte, hogy mi van, akkor miért mindig piros színes, piros a Mikulás. És akkor így valahogy nem tudom mi, és 15 színű Mikulással kiálltunk, óriási siker, megversenyeztetve a színes Mikulásokat, rózsaszintól minden Mikulás majdnem nyert, de aztán kiderültem, hogy mivel nem hordtak, pláne ha kislány öltözött be, vagy lány öltözött be, nem hordtak állarcot, felismerték az arcukat. Tehát szakállat meg minden, és akkor a szimpátia alapján nem a színes ruha döntötte el, hogy kinek az oldalára állnak, aki odállt, amellé összeszámoltuk, és akkor így hirdettünk eredményt. Általában különben a színes Mikulások közül a piros Mikulás nyert. Nyert általában. Uh-huh. Egy picit az iskolára még kanyarodjunk vissza. Mert hogy te nem csupán, ahogy talán a bemutatóban is elmondtam, nem csupán a sport eredményekre fókuszáltál, és csak a testnevelés és az egyéb sport szakágokban próbáltad motiválni és erősíteni a te tanítványaidat, hanem számodra nagyon fontosak voltak például a matematika versenyek is. Vagy az, hogy a te tanítványaid egy tanulmányi versenyen hogy végeznek, és ezek nagyon szép eredmények. Hogyan tudtad megosztani magad, hogy ne csak a sportban, vagy a testnevelésben alkossál egészen a magas színvonal, hanem hogy tényleg a szakmai tudásban is ott legyenek a tanítványaid a topon. Azt hiszem, talán a testnevelés szakra jellemző egy őrült pörgés van mindig bennem. Nagyon sokszor, most is éjszakánként felébredek, az olyan az agyam, hogy mivel lehet jobbá tenni, mit lehet hozzáadni, mit tudok adni az embereknek, a gyerekeknek valamilyen élményt. Na igen, hát a Tarci Csaba volt az első olyan tanulom, aki aztán az országos döntőbe került matematikából. Utána aztán tanítottam egy darabig, de utána már annyi volt a testnevelés óra, hogy csak testnevelés órát tanított az ember. Amit esetleg megemlítettél, ami nagyon fontos az ember életében, hiszen a legtöbb testnevelő tanár az osztályfőnök is. Te is el tudod képzelni, és hát jól tudod te is, hogy az osztályfőnöki munka az egy meghatározó feladat egy ember életében. Hiszen tanítasz egy szakot, csak egy kis részét, de tanítad, több kolléga is tanít, akikkel egyeztetned kell, ütközni is kell a gyerek érdekében, ha kell, és a gyerek érdekeit szem előtt tartva eljutni oda, hogy minél többet kihozzál belőle. És hát nem tudom, hogy hány tanár, ugye most, mikor beszélsz ilyenekről, akkor most mindig egy picit átesik arra az oldalra, hogy elég szerény tudsz lenni ebben a fajta formában. Nem arról van, hogy szerény vagy nem szerény. Az, hogy úgy tanítottam le az életemet, hogy 13 szakmunkás osztályom volt, és soha nem volt olyan szakmunkás osztály, amelyikben ne lett volna egy kitűnő vagy egy jeles tanulom. A legtöbb, képzeld el, a gépi forgácsoló osztályomban volt 4 kitűnőm volt, és jeles vagy kitűnő tanulom, és még a hegesztő karlakatos osztályomban is a leggyengébb gyerekek oda jártak, még ott is 2,8-de jött általános iskolából, és képzeld el, elsőben, 9. évfolyamban ő már kitűnő tanuló lett. Óriási élmény. Erre olyan büszke voltam, és a tanár kollégáknak a reakcióját hagy mondjam, mikor volt egy fél évi vagy egy évvégi értekezlet, akkor általában mindig úgy kezdődött, na Varga Jenő, hány kitűnőd van? És ez olyan jó érzés volt, és akkor elmondtad, igen, ez egy óriási dolog volt. Talán el tudtam hitetni a gyerekekkel, hogy a tudás az érték, hogy megfelelő tudás mellett tovább tudnak lépni. Jó, nem lettek Mészáros Lőrincek a gázszerelőimből, tehát nem. Mindenki megállta a helyét. Nagyon büszke vagyok, édesapám tanította Bartók Zolit, jól ismered. Én pedig nekem az volt a szerencsém, hogy mikor bekerültem, képzeld, az első osztályomba járt a Cirók Tamás. És te is jól ismered Tamást, és talán mindenkire nagyon büszke vagyok, de ő az iskola egyetlen Kazinczy díjasa, és te lehettél az osztályfőnöke, mert az osztályfőnöki munka úgy kezdődött mindig, csak egy mondat erejéig, hogy mindig szavalni, vagy verset, vagy mesét kellett felolvasni a gyerekeknek, vagy elmondani. Mindenkinek. Te hozhattak is könyvét, és akkor abból felolvasott.
És az elején már a Tamásnak olyan orgánuma volt, olyan jó hangja volt, hogy hát mondom, nem igaz. És akkor mentem a magyar szakos, mentem az igazgatóhoz, a gyereket, nézzük meg ezt a gyereket, mert ebből lehet valami, és akkor és harmadikra lett. Pedig lám Kazinczy díja, és az iskolának büszkének kell lenni azt. A matematika iránti vonzódásod, édesapád mérnöki vénája, mindez segített abban, hogy te sportfeltaláló is lettél? Sporteszközöket is alkottál? Ez kimondottan talán nem, de az alkotás vágya, az, hogy mit lehet, mivel tudod színesebbé tenni. És mondjuk egy tandemfakutya, amikor két ember ül egymás mögött, vagy az ikerfakutya, amikor a gyermek anyukájával felülhet a székre. Ugye nagyon egyszerű, mert két széket toltál, és véletlen a két szék összeért, és egymás mellett is. Mondom, hát ilyen egyszerű, te így, hopp, egy szikra, és akkor, hát na, akkor nézzük, hegesszünk össze, alkossuk meg, és akkor ebből lett. És ez egy olyan, ténylegesen olyan jó volt, mert a mesélő fakutyát, akkor ugye ott ültél a gyerek, két ember tol téged a jégen, és akkor nyugodtan adtad a mikrofont a gyerekkel, és akkor a gyerek szerepelt, te akkor felvezetted, és egy óriási élmény volt. Úgyhogy ezekben nem, vagy a jégrollert, ugye, hogy mikor megalkottam, hát ezek olyan nagyon jó dolgok voltak, de hát a kondipark mellett ugye a skateparkom az, ami igazán olyan belső értéket adott, és olyan tartást adott az embernek, hogy lám, olyant alkottam, hihetetlen embertömeg járt be. A legnagyobb probléma az volt, hogy hiába volt védett udvar, sajnos bemásztak, felgyújtották a félcsövet, hajléktalanok bejöttek, tüzet rogtak, minden, egyszerűen ott a rendőrség mellett, illetve a másik két olyan nagyon fontos dolgot meg kell említeni, hogy a Vargarénát át kellett volna telepíteni, de mivel ott hegesztettük, egy csomó nem tüvengedélyes volt, ezért meg kellett aztán 2002-ben szüntetni. A Helmó, tudod, a színházoda költözött. Tehát a színház megvan a saját közönség. Olyan kötöttség, amelyik nem enged, hogy a dübörögjön minden, hiszen a nyugalomra van szükség egy felkészülésben, vagy egy olvasópróbánál, vagy bármi. A másik pedig a centrum mikor alak költözött. A centrum a hátsó épületbe költözött, közvetlen a skatepark mellé, és ez a kettő együttes állása tulajdonképpen megpecsételte ennek a skateparknak. De bízom benne, hogy a város vezetői, illetve nagyon sok városba épült, rengeteg pályázat volt erre, hogy Szombathely nem adja fel, és megépíti majd a Szombathelyen a skateparkját. A bizottsági és különböző szövetségi tagságaidról, elnökségedről egy kicsit még beszéljünk, hiszen a Városi Diáksport Bizottságnak hosszú évekig voltál a tagja, most elnöke már egy jó ideje, de a Szabadidős Sportszövetség ugyanígy. A jelenről beszéljünk, most nem menjünk vissza nagyon a múlva, mert hogy évtizedekről kellene most átbeszélnünk a történéseket. Mi az, ami most a Városi Diáksport Bizottságban és a Szabadidős Sport Szövetségben is prioritást élvez? A te elnökséged alatt és okán, vagy a te közreműködésed miatt? Hiszen egy elnök azért valamelyest irányt szab nyilván ezeknek a szövetségeknek. Igen, tehát a jelenről ugye két részről van szó. Egy a Szombathelyi irányítás, a diáksportnak az irányítása, illetve a szabadidős programok szervezése, a másik pedig a Vasvármegyei, most már Vármegyei. Ott pedig professzor dr. Gadányi Károllyal vagyunk közösen. Ott annyit kell tudni, hogy a Vasmegyei Sportági Szakszövetségek tanácsa, talán a tévénézők vagy akik nézik a műsort, annyit el lehet árulni. Sajnálatos módon a megyékben támogatás hiányában megszüntették ezeket a sport szervezeteket. Ezek összefogták a megyét, nagyon fontos láncszeme volt. És mivel nem kapták meg a támogatást, nagyon sok megyében megszűnt, Zala megye, Vas megye kivétel továbbra él, és nagyon jól működik. Tehát most én ennek most már 8 éve a titkára vagyok Vas megyében, tehát Gadányi professzor úrral, és mellettünk nagyon neves emberek vannak, csak a kézilabdát, Farkasági nevét hagy mondjam el, azért egy olimpiai ezüstérmes, az olimpiai ezüstérmes, és tisztelet illeti. Tehát ez is nagyon fontos, illetve az elnökséget, illetve tehát a megye is megpróbál megadni ott mindent, amit lehet, illetve két a Korcsai és Extrém Sport Szövetségnek és a Szabadidős Sport Szövetségnek, és az elnöke vagyok. Na most visszakanyarodva jelenleg, amit kérdeztél, a Városi Diáksport Bizottság egy picit azért vissza kell egy erejéig nyúlni, hogy az alaptámogatás, és nagyon fontos, hogy lássák, hogy Magyarországon egyedüli a Szombathely diáksportja.
Ez független a pártállástól, ez mindig is fontos volt Szombathelynek a diáksportja, és ezért tisztelet mindenkinek, aki ebben döntéshozatallal bírt. Nagyon szerencsés voltam, mert 2006-tól 2008-ig, vagy igen, mert 2008-ban, akkor bizottsági tag voltam külsős tagként, nagyobb rálátása volt, és tulajdonképpen akkor sikerült már az alapkat lehelyezni, úgy, hogy akkor kezdődött a diáksport óriási felemelkedése, és amit mondtam, 300.000 forintos alaptámogatásban részesülnek az iskolák, akik az alapfeltételeket azt jelenti, hogy meghatározott versenyen részt kell venni. Ez egy nagyon nagy pénzről van szó. Igen. Tehát nem kevés pénz sportszer beszerzésére. A másik pedig az eredményességi támogatás. Amilyen eredményt elérnek, abból ugyanennyit vagy még többet hozzá tud tenni az iskola. Tehát van egy olyan iskola, amelyik 8-901 millió forintot is össze tud termelni, össze tud hozni ezzel, és ez mutatja, és ez a kis motivációs pénz is, amit már szorgalmazok, hogy emeljük fel esetleg a későbbiekben, ez mind költségvetési tényező, meg politikai akarat is tegyük hozzá. Ez egy óriási dolog Szombathelynek, hogy ezt meg tudta valósítani, és ebben látod az eredményeket, Edina. Igen. Büszkék lehetünk nagyon arra, amit Szombathely sportéletében, a diáksportban elérünk. És ahogy mondtam, Kovács Balázsnak köszönhető nagy mértékben, Havasi Attilának és Szandi Gábornak, hiszen egy nagyon jó csapat épült, de Gerencsér Tibor nevét is meg kell, hiszen ő volt a Szombathelyi Szabadidősportszövetség elnöke, és Tiborral együtt dolgoztunk x éve, 20-valahány éven keresztül, tehát majdnem 30 éven keresztül, és ez egy óriási élmény volt, hiszen hihetetlen programokat szerveztünk meg. Tehát erre visszacsatolva, Szombathely, legyél büszke diáksportodra. Sok oldalon keresztül próbáltam összeszámolni, hogy hány kitüntetéssel, díjjal bírsz. És hát feladtam. De ha egyet ki kell emelni, tudom, hogy mindig nagyon nehéz egyet, de ha egyet, a legfontosabbat számodra, ami nem biztos, hogy az értékét tekintve, ha lehet ezeket egyáltalán sorrendbe állítani, az lenne a legfontosabb, de neked érzelmileg az a legfontosabb díj, akkor tudsz egyet megnevezni? Igen, te voltál a műsorvezetője, úgyhogy könnyű dolgom van ezt elmondani. Edina, annyit, hogy mindig azon harcoltam, hogy a testnevelő az tanít egy tantárgyat. Azt a tantárgyat el lehet ismerni, a testnevelőt el lehet ismerni. És ezért küzdöttem, hogy ő egy pedagógus, hogy igenis a testnevelő az ne legyen csak, hogy egy sport, egy Unger vagy egy Pünkösdi díjat fog kapni, vagy nem tudom milyen sportkitüntetés kap, hanem ő mint pedagógus jelenik meg az iskola történetében, az iskola életében, és ezért mindig nagyon sokat próbáltam tenni. Ahogy látod a felsorolásban, azért én külön választanám ugye a pedagógus munkámért kapott, és a sportért kapott. És a pedagógus munkának talán a csúcsát jelenti, és mindjárt elérek, meg két miniszteri, kaptam egy harmadik fokozatot kiváló, az megszűnt, most már csak második fokozat és első fok, megkaptam az első fokozatot, és eljutottunk a kérdésedre. Igen, az ifjúság díjra vagyok a legbüszkébb. Ez ugye Szombathely város önkormányzata által alapított díj, és Szent Márton gálán adjuk át ezeket a díjakat, és tehát akkor az ifjúság. Igen, és a másik, de ezt a feleséged is megkapta. És megkapta a feleségem. Igen, nagyon büszke vagyok rá, egy nagyon-nagyon jó pedagógusnak tartom, egy csodálatos nő, egy csodálatos anya, és azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon megérdemelte volna a pedagógus egyet is, ugye, kiváló munkáért, hát ezt nem kapta meg. Te is jól tudod, hogy minden kitüntetés akkor valósul meg, ha felterjesztik és elfogadják. Amennyiben nem érkezik felterjesztés, addig nem. És talán ezt az egész munkát is mutatja, hogy az agóra, amit hozzá tud tenni Szombathelynek, ezen kulturális, ezeknek a programok szervezésében, hiszen egy nagyon jó színhelyen itt az agórában zajlik ez mindig, azt hiszem, hogy ez elismerésre tart szám. Hát nyugdíjas vagy, amit szerintem a nézők is megerősítenek, meg a hallgatóknak, meg el tudom mondani, hogy hát ezt erősen letagadhatod. A vitalitásod, az energiád, a fókuszáltságod szerintem pont olyan, mint 20 éve vagy 30 éve.
Mit csinál egy nyugdíjas? Egy olyan nyugdíjas, akit úgy hívnak, hogy Varga Jenő. Hát mivel elmondtam, hogy elég sok szervezetnek a tagja vagyok egyrészt, nagyon sok munka van, kezdődik most a nyári szezon, ugye már kezdjük a Szaszával a nyári programokat, illetve Kovács Balázssal nyári programokat, Zajnalka Attila, Hovasi Attilával a szervezett diákolimpiai küzdelmek, amire tudok, mindegyiken megjelenek, ott vagyok, és dicsérő szavakkal próbálom megköszönni a testnevelőknek és a diákoknak is azt a munkát, amit elvégeztek. Ez az egyik, a másik, hát ott van a család, ott van az unoka, és ott van a Balaton, és mellette hát azért minden nap sportol, az ember kerékpár jön most már, mivel jó idő van, nagyon sokat sétálok, és hát hagyd mondjam el, van egy Séfer András neves focistánk, édesapja nagyon jó barátom, és a Séfer András szurkolói körnek a tevékenységét fogom össze édesapjával, Séfer Péterrel, úgyhogy van bőven munka, úgyhogy, és hát kimondottan köszönöm azt, hogy meghívtál ebbe a műsorba. Öröm volt veled beszélgetni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és azt remélem, hogy a következő években sok nagyszerű sporteseményen, szabadidős eseményen és sok más rendezvényen is látunk. Egyrészt szervezőként, másrészt műsorvezetőként, moderátorként, mert ez mindig élményszámba megy. Úgyhogy arra bíztatom a hallgatókat, nézőket is, hogyha tehetik, akkor kifejezetten keressenek olyan rendezvényeket, ahol te vagy a főszerepben, mert hogy nagyon sokat hozzátesz egy 5-én leszünk kint az emlékműnél, egy családi rendezvényre, május 5-én szeretettel várunk. Nagyon szépen köszönöm még egyszer munkatársaim nevében is, hogy elfogadtad a meghívást, és a nézőknek, hallgatóknak pedig azt, hogy megtiszteltek minket a figyelmükkel. A YouTube-on, az Agora és a Szombathelyi Televízió közösségi csatornáin, és a Spotify-on, meg a Podpeden is hallgatható, nézhető lesz mostantól az adás. Köszönjük, hogy figyeltek ránk, egy hónap múlva ismét számítunk Önökre, viszontlátásra!